A Buzzus Rádió közéleti magazinja. Köszönjük a rádió hallgatókat, 2024. január 31-e, szerda van, 10 óra után 1 perccel járunk. Itt a külön kiadás című műsorunk, szól a mikrofonnál Begfi Mária. És Bérta Zoltán, köszöntünk mindenkit, sziasztok, sziasztok. Egy egészségügyi témával folytatjuk a beszélgetést, van a másik oldalán Szejcs Tibor, mentőtechnikus, a logikus elsősegély oldal vezetője, ötletgazdája, projektvezetője. Köszöntünk Tibor, hogy szeretettel a stúdiunk előadásában. Szervusztok, szia Marika, szia Zoltán, üdv a hallgatóknak, jó reggelt. Rengeteg olyan szituáció van, amikor azt gondolnánk, hogy fel vagyunk vértezve a tudás mindennemű részével, és amikor a gyakorlatban megjelenik ez az effektus, tegyük fel egy egészségügyi probléma, egy rosszul lét, egy közegben, egy családi vacsorán, egy munkahelyen, vagy egy boltban, vagy az utcán, vagy éppen egy kulturális rendezvényen, akkor hirtelen sipsup elrepül minden, amit ebből a témában gondoltunk és éreztünk, és akkor jön, hogy akkor most élesben ezek a dolgok nem úgy néznek ki, mint amit hallottunk, vagy gyakoroltunk, vagy legalábbis volt elképzelésünk erről. Az ájulás témakörében beszélgetnénk, és találkoztak-e a ilyen jellegű effektusokkal, hogy az ember elájul, és a környezetében nem tudják, hogy mit kellene tenni? Hogyne, az ájulás az bárkit érinthet, tehát jellemzően az egészséges embereknél okoz váratlan meglepetés. Nyilván vannak betegségek, amiknél az eszméletvesztés az borítékolható, cukorbetegség, meg ilyeneknél időnként. De az ájulás az egészséges emberek bármelyikénél is előfordulhat. Ennek az orvosi neve egyébként szinkópe vagy kollapszus, hogyha valaki így olvassa az árujelentésén. És ennek az oka az, hogy átmenetileg az agy nem kap elég oxigént. És az alacsony vérellátás miatt, alacsony vérnyomás miatt történik ez meg. És igaziból ez nem jelent komoly veszélyt. Tehát ez egy átmeneti funkcionális rosszullét, és nagyon érdekes, hogy az ájulás az önmagát gyógyítja. Tehát az ájult ember tudja, mit kell csinálni, idézőjelben tudja, mert összeesik, és ez a legjobb az ájulásnál, hogy alacsonyra kerül az emberkének a feje, tehát viszintesbe helyezkedik el, viszintesben van, és az eddig vérellátásban szűkölködő agy sokkal könnyebben fog kapni vért, hogy nem kell ugye fölfelé pumpálni a szívnek, tehát önmagát gyógyítja az ájulás. Ennek ellenére nagyon ijesztő tud lenni, ha valaki erre nincs felkészülve, nem látott még ilyet, és emlékszem arra, amikor közel 40 éve megismertem a feleségemet, akkor még a gépiparban dolgoztam, tehát nagyjából azzal a tudással rendelkeztem, mint az átlagos hallgató, nem egészségügyi téren, és az első randik egyikén volt az, hogy azt mondta a feleségem, hogy ő rosszul van, el fog ájulni. És nagyon megijesztett, hogy mit csináljak. Azt mondja, hogy hát tartsál meg, de addigra már össze is esett. És amikor magához tért, akkor mondta, hogy vele ez elő szokott fordulni. Hát nem nyugtatott meg, félbe mentem a következő randikra, de ma már tudom, hogy mi a teendő, meg tudom, hogy nem kell ettől nagyon megijedni. Akkor összességében azt mondhatjuk, ha valaki elájul, a legtöbb esetben nem okoz nagy egészségügyi problémát? Nem, ez tényleg egy ilyen védekező mechanizmusa a szervezetnek, valami miatt nem kap elég vért. Az ellátás egyébként az okoktól függetlenül, tehát az, hogy ugye összeesik nyilván, aki elájul, az nem tudja magát megtartani. Nem szabad erőltetni, hogy rögtön felálljon, hagyjuk feküdni, és azzal lehet felgyorsítani, hogyha megemeljük a lábát. Ilyen esetben. Ezzel nem tudunk ártani, esetleg más problémája is van, érdemes megpróbálni, az összeesett embernél megemeljük a lábát, akkor ahogy a sápadság múlik, visszatér az arcának a színe, ugye a lábában lévő vér oda átáramlik, az agyvérellátása javul, akkor nagyon rövid időn belül, nem perceken belül sokszor, hanem még egy percnél rövidebb idő alatt is magához tér, és szépen visszatér. És hogyha ez nem ismétlődik, bárkivel előfordul, kimerültek, frontok jönnek, mennek, ugye nálatok is időjárás, majd beszélünk az okokról, sok minden előidézheti, hajlamosíthat rá, de ez csak egyszerű alkalom, akkor még igaziból kivizsgálással igényel. Sokszor hívnak bennünket mentővel ilyen esethez, bevisszük, de rögtön haza is engedik a beteget, mert ez ilyen előfordul. Persze megint más a helyzet, ha ismétlődik valakinél, tehát rendszeresen előjön, akkor ki kell vizsgálni, vagy ha esetleg az összeesés közben megsérül, akkor mindenképpen kivizsgálást igényel, de maga egy egyszerű ájulás mindenkivel elő fog fordulni az életében, ha addig nem fordult elő, nem kell megijedni tőle.
Az okok talán nagyon fontos kérdés, hogy mindenki csodálkozik azzal, hogy nem tudom miért történt, nem tudom mi történik velem. Egyrészt nézzük az okokat, aztán nézzük, hogy mi történik a folyamatban. Milyen okokra vezethető vissza ez? Jó. Egészséges emberekről beszélünk, jó? Bocsánat. Tehát ugye, mint mondtam, vannak betegségek, amik magukban hordozzák, hogy előfordul egy rövid ideig tartó eszméletvesztés. Egészséges embernél jellemző okok az például, ami csökkenti a vérnyomást normális szervi működésnél, az, hogyha nem csinál semmit. Hogyha hosszú ideig egy helyben átcsorog valaki, mozdulatlanul, ez például ilyen évnyitók, évzárók jellegzetes betegsége. Ballagás, ugye? Igen, a ballagás. Meg ballagás, valaki mindig elájul. Igen, igen. Ballagás, temetés. Semmi más oka nincs. Egyszerű fizika. Az ember nem mozog, nincs, nem aktív a szervezet, és ilyenkor tud pihenni a szív, ugye az akkor is dolgozik, amikor alszunk, amikor betegek vagyunk, lelassul a vérkeringés, tehát nincs igénye a szervezetnek, nagy oxigén igénye, csak az a probléma, hogy ilyenkor ugye nem fekszünk, mint pihenés közben, vagy nem ülünk, hanem állunk, és hát a legkevesebb jut a fej az agyunkba, és ezért az megsínli. Tehát hosszú ideig, ha egy helyben átcsorgunk. Növeli ennek a kockázatát, ha a tűző napon tesszük ezt, ugye? Hát most temetésről is beszélve, vagy egy ballagásról, egy szabadtéri esküvőn, ahol még fel is kell öltözni szépen, tehát még van egy meleg ruházat, ami esetleg nem is kényelmes, hanem szoros. És ez mind-mind ugye a vérkeringésnek az akadályozója lehet, és főleg az évnyitók, évzároknál az a tapasztalatom azért fordul elő, hát a kamaszok egyébként is sérülékenyebbek, tehát minden sokkal jobban érinti őket, de azok akkorát tudnak nőni egy nyáron, hogy ami az évzáron jó volt, még ruha, cipő, ing, nadrág, az évnyitón már szűk, ugye eltelt a nyár. De hát akkor nincs mit tenni, föl kell még húzni, ki fogod bírni, és akkor szerencsétlenek ott vannak a hónajba bevágó ingbe, a szoros cipőbe, a tűző napon, röhögcsélni nem lehet, egymást lögdösni nem lehet, mert szól a tanárnéni, rájuk szól, és akkor ott állnak mozdulatlan egy órát a betonon, szinte evidens, hogy össze fognak esni előbb-utóbb egyik-másik. Úgyhogy ez az egyik leggyakoribb ok. Aztán van, aki hajlamosabb rá, tehát nem mindenkire van egyformán hatással, van, akinek ugye alapból nagyon alacsony vérnyomása, ő neki kerülni kell például az olyan dolgokat, hogy hirtelen pihenésből, alvásból hirtelen felugrik, vagy egy hosszú ideig tartó ücsörgésből, nem tudom, lazulásból hirtelen felugrik. Ugye fekvés meg ücsörgés, alvás közben is alacsony a vérnyomása az embernek, olyankor pihen a szervezetünk, és ha ilyenkor valaki váratlanul felugrik, akkor könnyen meg lehet, hogy megszédül, elsötétül a világ, és elájul, hiszen nem tudja követni olyan gyorsan a vér ezt a hirtelen magasságváltozást, és szintén az agyátmeneti vérhiányos állapota alakul ki. De erre hajlamosít még az is, hogyha valaki nem iszik eleget. A kiszáradás egyébként nagyon sok problémát okoz, a fejfájásoknak is a leggyakoribb oka az, hogy nem iszunk eleget, nem mint vizet, nem Jánosi pálinkát, mert abból se iszunk sajnos eleget, de az ilyenkor nem is számít, hanem ha valaki keveset iszik, akkor a testében úgy alapból besűrűsödnek a folyadékok, a testnedvek, a vérsűrűbbé válik, és a sűrű vér nem jut el olyan könnyen a hajszál vékony a gyereken a rendeltetési helyére, mint hogyha valaki rendesen hidratálva van. Tehát a kiszáradás, a hirtelen felugrás, az egy helyben átcsorgás, szoros ruhában, ezek a leggyakoribb dolgok. Aztán van még az egyéni túlérzékenység, van, aki valaminek a látványára lesz rosszul, van, aki a vér látványától álljul el, van, aki az inekciós tű látványától egy vérvételnél közelednek hozzá tűvel és elájul. Nyilván nem beteg, hanem egy olyan félelmet vált ki benne, egy olyan reakció, kitágulnak az erei, és leesik a vérnyomása. Azért sápad el, és azért álljul el, mert ő ezt a látványt ilyen rosszul viseli. De hát ő nem kell megijedni, hanem tudomásul kell venni, hogy így működök, és kerülni ezeket a szituációkat. Picit engem megragadott ez a kiszáradás, és nekem is van két gyermekem, és nagyon sokszor hallhatjuk azt például tornatanároktól is, hogy többet kell inni a gyereknek nap végére, vagy a tanórának a végére, tehát látjuk azt, hogy acetonszagú a lehelletet, tehát erre nagyon oda kell figyelni, ugye, hogy a gyereknél ne száradjon ki, mert akkor jön az, hogy nem tud odafigyelni az órán, nem tud teljesíteni, ahogy említetted te is, hogy fáj a feje. Tehát hogyan tudjuk például ennek a jeleit is észrevenni, jobban tudunk odafigyelni rá, hogy többet igyon az a gyermek, milyen tanácsokat tudnál adni?
Nagyon jól kapcsolódtál hozzá, Marika, így van. Mindenkit megvisel a kiszáradás, csak egy felnőtt, egy életerős felnőtt középkorú ember, az ellenállóbb a gyerekeket hamarabb megviseli, és az időseket. Tehát őnek, és ők általában ez a két korosztály, ez aki nem szomjas, nem kívánja. Nincs az, hogy most én akarok inni, amikor már nagyon szomjasak, az már egy ilyen vészjelzés a szervezetnek, maga a szomjúság, és ha isznak is azért, hát nagyon sokszor legalábbis nálunk az a tapasztalat, hogy kóla, energiaitalt, ez pedig a koffein tartalma miatt, összetevői miatt még jobban kiszárít, mert többet kell tőle pisilni vízhajtó. Hogy mivel lehet észrevenni? Hát nagyon egyszerű, a távozó vizelet színe az rendkívül jó visszajelzés. Tehát egyébként is nyilván, hogyha valaki nem tudja, mennyit ivott, akkor a vizelet az egyértelmű, hogyha sötét színű, sötét sárga, főleg ha már ilyen narancsos, meg hát olyan erősebb a szaga, akkor az mindenképpen egy komoly kiszáradásnak a jele. Esetleg tapasztalhatta már sok hallgató is, hogyha hirtelen többet iszik, akár több liter, több sört, vagy nem tudom, több egy buliba, akkor egészen világos a vizelet, akkor rendesen hidratálva van az ember. Ez a halvány szalma sárga, ez az, ami úgy normálisnak tekintető. Tehát igaziból ez emellett persze a kiszáradt nyálkahártyák, a lehellet is rosszabb, tehát nagyon sok mindent tud okozni. Még mondtam, fejfájás és az ájulás hajlamot is növeli. Csak ezt nem tudják sokan. És erre nem figyelnek oda, a gyerekek maguktól nem szomjasak, a szülők meg örülnek, hogyha mondjuk egy évnyitóra, évzáróra elkészülnek az öltözködéssel, és időbe odaérnek, és magunkból indulok ki, és nem ezzel foglalkoznak, hogy vigyál már meg, légy szíves, egy-két pohár vizet, mielőtt elindulunk. Egy közösségben vagyunk, megtörténik az ájulás, valaki rosszul lesz. Mi a teendő, amit tennünk kell? Emellett beszéltünk arról, hogy maradjon vízszintes állapotában, ez az a legfontosabb része, emeljük fel a lábát. Mire érdemes odafigyelni? Ugye legizgalmasabb ilyenkor mindenki oda zsűdül, és mindenki próbál a saját tudásra, vagy legalábbis jó szándéka szerint segíteni, és csodálkozunk, hogy nem kap levegőt, de mik ilyenkor a legfontosabb dolgok, amiket meg kell tanulnunk, és meg kell jegyeznünk? Igen, ez fontos kérdés. Mint mondtam, ugye az ájulás, ha nem csinálunk semmit, akkor is elmúlik, mert ugye elfekszik az emberke, magához tér. Ha segíteni akarunk, akkor azzal segítünk, hogyha nem próbáljuk felültetni, mert jellemző egy ilyen segítő reakció az, hogyha valaki elgyengül, össze akar esni, akkor gyorsan oda mennek és megtartják. Na hát ez nem segít ilyenkor, hiszen az a legjobb, hogyha alacsonyan van, hogyha fekszik, és mint mondtam, a láb megemelése 1-2 percig az felgyorsítja. És amit még tehetünk, igen, hát lehetőleg ne zárjuk el előre a levegőt azzal, hogy körbeálljuk. A nagyon hasznos, hogyha mondjuk ez szabadba történik, akkor ne a tűzőnapról vigyük, húzzuk árnyékba, hűvös helyre, és hogyha magához tér, mert rövid időn belül magához fog térni, akkor ha már fel tud ülni, akkor itassuk meg vízzel, vagy hát esetleg kólával, ilyenkor hasznos a kóla, így átmenetileg, mert az kicsit emeli a vérnyomást, megdobogtatja a szívet. De amit nagyon fontosnak tartok, hogy ez csak akkor, amikor már fel tud ülni. Látom azt a hibát, segítőkészek az emberek azért általában, hogy aki segíteni tud, hogy az ájult embernek próbálnak a szájába önteni vizet, vagy cukrot beletenni, hát ha leesett a cukra, hát egy fekvő embernek ilyet nem szabad. Tehát meg kell várni, még kinyitja a szemét, még tud már beszélni, még nagyjából visszatér a tudata, és ha felül, akkor érdemes ezeket bevinni, akár egy kicsit etetni, de etetni, vagy itatni mindenféleképpen. És mint mondtam, hogyha ez többször előfordul, akkor mindenképpen érdemes kivizsgálni, mert amiről még nem beszéltem, hogy igazából bizonyos gyógyszereknek is lehet a mellékhatása ez. Tehát ha valakinek fölírt az orvos vízhajtót, ugye vannak ilyen betegségek, hogy ne vizesedjen be a lába, ne ödémásodjon, ne legyen víz a tüdejébe, ez a vízhajtó azért az is szárít. Tehát itt nagyon oda kell figyelni akkor, hogy akkor még többet kellene innia. Pedig legtöbbször ilyenkor egyáltalán nem isznak az emberek, hogy ne kelljen annyit pisilni a vízhajtótól, csak hát ugye a szervezet sínli meg ezt a fajta spórolást, vagy a vérnyomás csökkentők is. Hogyha nem megfelelő dózisba szedi az ember többet, vagy nem azt a gyógyszert, amit kellene, akkor az is nagyon levieti kórosan, tehát ez is okozhat ilyen visszatérő ájulásokat. És nagyon érdekes, hogy szeretek minden témában az általános információk mellé, amiről így beszélgetünk, érdekességet is elmondani, és megengeditek, akkor beszélnék arról, hogy az ájulásnak bizonyos szakemberek szerint nagyon gyakran lelki oka van. Mégpedig valami olyasmi, hogy
hogy akkor történik meg ájulás sok embernél, nem ez az általános, de van akinél, amikor szeretne elmenekülni egy bizonyos probléma elől. És ezt igazolni látom abban, hogy sokszor megyünk bíróságra, tárgyalásra, kihallgatásra, tudod, ilyen nagyon kellemetlen helyzetnél, hogy elájul a kuncsa. Stressz helyzetben vagyunk. Így van. Tehát valahogy így próbál tudatalatt elmenekülni. Ez egyfajta lázadás is lehet az adott élethelyzettel szemben. És sőt tovább megyek a kínai medicinában, ott egyenesen azt megfogalmazzák, hogy az ájulás az a felelősségvállalás elől menekülés egyik módja is lehet. Nyilván ettől lehetnek fizikai problémák is, de hogyha semmi ilyen nincsen, akkor hogy ez is egyfajta menekülés. Az ájult embertől ugyanis nem lehet semmit megkövetelni, elvárni, így gyakorlatilag lehetőséget teremt azzal arra, hogy kibújjon valamely feladat alól. Nem tudom ezt megerősíteni, de én azt gondolom, hogy érdemes ezeken is elgondolkodni, hogyha valaki magára ismer, vagy a környezetében van olyan ember, aki úgy többször elájult már, és gyanúsan nagyon hasonló helyzetekben történik ez meg vele. És nem igazolódik az, amit mondtam, hogy mindenkire veszélyes a hosszú ideig napon átcsorgás, a szoros ruházat, azt mondja, nem viszik eleget. Tehát érdemes, hogy ezt is úgy ezen is elgondolkodni, mert hát, hogyha van valami rejtett dolog. Biztos hallottatok már olyanról, hogy kisgyereknek sokszor fáj a hossz, amikor iskolába kell menni, akkor mindig van, ott valami gond van az iskolában, ott bántják őt. Értitek? Tehát, hogy ezek a lelki, hogy még a gyerek se tudja, vagy maga az a rosszul létesse, nem szándékosan csinálja, de van egy ilyen önvédelmi funkció a szervezetnek, hogy akár lelki okai is lehetnek ennek. Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad felkérésünket, sok erőt és áldást kívánunk az életedre, munkádra, és külön köszönjük, hogy mindig segítségünkre vagy különböző témákban.